Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Tanácskozás az évfordulón, 30 éves a Tolna megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület. Dunaparti családi piknik, több százan vettek részt a tolnai programokon. Összefogás az udvariban, az evangélikus templom megmentéséhez kér segítséget az önkormányzat. Szüreti mulatságot tartottak Kétyen, még Felvidékről is érkeztek vendégek a Tolna megyei településre. Jubileumához érkezett a Tolna megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület. A szervezet tagjai 3 évtized óta dolgoznak a megye helyi értékeinek felkutatásán. Az ünnepi konferencián a felszólalók számot adtak a legfrissebb kutatási eredményekről is. A szokásoknak megfelelően átadták az Egyed Antal díjat is, melyet idén 2 bonyhádi kutató érdemelt ki. Őszintén remélem, hogy mindenki átérzi, hogy sokféle módon és cselekvéssel viszonyultunk az elmúlt 30 évben a szülőföldünkhöz, múltunkhoz és értékeinkhez. Ezzel a gondolattal nyitotta meg Gesztesi Jenikő elnök a Tolna megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület fennállásának 30. évfordulójára megrendezett tanácskozást, melynek keretében számot adtak az elmúlt 5 esztendőben végzett munkáról, valamint átadták a névadóról elnevezett díjat is, melyet idén 2 bonyhádi helytörténész, Stejb György, aki többek között a bonyhádi Zománc gyár múltját dolgozta fel, és Szőcs Zoltán, a Völgységi Múzeum nyugalmazott igazgatója, a Völgységi Tájkutató Alapítvány és a Völgységi Értéktárbizottság elnöke vehetett át. Mindenki a másik vállán áll, tehát a generációk követik egymást, de ezek a fiatal generációk, akik most ébrednek ugye tudatukra, nekik nagyon fontos az, hogy tudják, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk, mik vagyunk, és azt hiszem, hogy ez talán a leglényegesebb az identitásnak a megélésében, hogy tudjuk, hogy honnan jöttünk és kik vagyunk. A Honismereti Szövetség országos elnöke Debreceni Dropán Béla arról szólt, a helytörténeti kutatás eredményei a történelem egy fontos szeletét tárja a szemünk elé, de emellett jelentős gazdasági haszna is van egy térség számára, ha ezt felhasználja például a turisztikai koncepcióiban. Nagyon változatos ez az értéktár, nagyon sok minden a miénk, és ezt kell megérteni, hogy a miénk. Nem a nagyszüleinké volt csak, meg az őseinké, hanem a miénk is. És ha ezt át tudjuk adni, én úgy gondolom, hogy akkor közösségileg, de egyénileg is többek tudunk lenni. A résztvevők kezükbe vehették a szövetség hivatalos kiadványának, a Honismeretnek legújabb példányát, mely kiadvány ebben az esztendőben ünnepli 50 éves évfordulóját. Második alkalommal látta vendégül a családokat a Dunamenti Polgári Egyesület piknik keretében. A szombati rendezvény helyszíne ezúttal is a tolnai Holt Duna partja volt. A programokra több százan látogattak ki. Míg a gyerekek játszottak, addig a felnőttek bográcsokban és üstökben készítették a finomabbnál finomabb ételeket a tolnai Holt Duna partján szombaton. A Szekszárd környéki települések igazán kitettek magukért, ami a gasztronómiát illeti. Kokost főztünk mi. Szeretjük a kokost. És hát nem azért, mert zavorja a falusi emberek nyugalmát a kokost, nem azért vágtuk le, hanem szeretjük, és a társaságunk, az egy nem megosztó étel. Az egész nap tartó programok során több századag ételt készítettek el a résztvevők. A pikniket a Dunamenti Polgári Egyesület szervezte. Ők már a második alkalommal hívták közös programra a civileket és családokat. Természetesen úgy zárult az előző, hogy akkor már elhatároztuk, hogy ez legyen hagyományteremtő évről évre, egy őszi időszakban rendezzük meg újra ezt a családi napot. A rendezvényen Horváth István a térség országgyűlési képviselője is részt vett. Ő, amíg a 400 adag vegyes pörköltet főzte, arról beszélt, hogy az ilyen rendezvények nagy szerepet töltenek be a helyi közösségek építésében. Az emberek, főleg itt a Covid-ban ráéreztek arra, hogy az közös együttlétnek milyen mentális ereje van, és a magába fordult emberek, amikor kapnak egy kicsit lehetőséget, hogy kinyíljunk és tudjunk másokkal is találkozni adott esetben, jó beszélgetések mellett, az unokákat, a gyermekeknek is, ugye mi programokat szervezünk, illetve a dupisok szerveznek. Ez így összefogja a családokat is. Tolnán a piknik késő délutánig tartott. A programot közéleti beszélgetés is színesítette.
Változnak a családi otthonteremtési kedvezmény, vagyis a CSOK szabályai, egészen pontosan a büntetési feltételek, ha valaki nem tudja időre teljesíteni a hitelfelvétel feltételeit. Eddig, ha egy család nem tudta a CSOK hitelért cserébe a vállalt gyermekszámot időben teljesíteni, akkor a törvény szerint az alapkamattal, vagy akár annak ötszörösével megegyező büntető kamattal kellett visszafizetnie a lakhatásra kapott állami támogatást. Most módosította a kormány a CSOK rendeletet, melynek lényege, hogy 5%-ban maximalizálják az úgynevezett büntető kamatot. A rendelet október 1-től hatályos, azaz ekkortól élnek az új szabályok. Udvari község önkormányzata célul tűzte ki, hogy megmenti a település evangélikus templomát, mely már legalább 40 éve zárva van. A műemlékvédelem alatt álló építmény tetőszerkezetét szeretnék felújítani, hogy a statikailag még épp templom állapota ne romoljon tovább. A munkálatokra több mint 10 millió forintra van szüksége az önkormányzatnak. Harson a szótól volt hangos a már régóta lakatta lezárt evangélikus templom udvariban. Jótékonysági koncertnek adott helyet a 175 éves építmény, amelyben már legalább 40 éve nem tartanak istentiszteletet. A hosszú évek óta nagyon rossz állapotban lévő épület megmentésén dolgoznak, a település önkormányzata nem szeretné, ha az enyészeté lenne a klasszicista stílusban épült templom. A Tolna megyei közgyűlés alelnöke is támogatólag áll a kezdeményezés mögé. Egy nagy kihívás ezt a templomot megmenteni, de hogyha sikerül, akkor egy nagyon jó jelzés azok felé, akik hasonló problémával küzdködnek, hiszen van egy néhány ilyen romos templomunk még Tolna megyében, és hát mindegyiket meg kellene menteni, úgyhogy jó példával élen jár udvari, és ebben szeretnénk neki segíteni, hogy ez most sikerüljön. Az evangélikus templomot a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2004-ben műemléki védelem alá helyezte. Forrás azonban azóta sem adódott az állag megóvása. A település önkormányzata célul tűzte ki ezt a feladatot, amelyhez várják az adományokat is, mondta el a polgármester. Több 10 millió forint, vagy megkockáztatom, hogy 100 millió. Tudni, hogy az állványozás maga az rettentő nagy pénzbe kerül. Meg kéne a koszorút csinálni, mert erre a falra nem lehet rátenni a tetőszerkezetet. Az udvariban található evangélikus templom egyházi műemlék Tolna megyében is országosan is, ezért is fontos lenne a megmentése. Október 1-e az idősek világnapja. Ebből az alkalomból Tolna megye több településén is megemlékeztek a szépkorúakról. Bonyhádon már évek óta hagyomány, hogy ez alkalomból összehívják a város nyugdíjasait, és egy ünnepség keretein belül megvendégelik őket. A sportcsarnokban megtartott programra sok száz időskorú fogadta el a meghívást. Ez azt is visszaigazolja, hogy szeretik az idősek ezt a programot velünk együtt, hiszen nagyon sokan készülünk erre, több intézmény az önkormányzattal közösen készül erre a mai napra, azzal együtt, hogy berendezzük a termet, hogy feldíszítjük, hogy vacsorával vendégeljük meg az időseket, hogy megterítünk, tehát minden sok-sok feladat van. Nyilván mindig igyekszünk vendégművészt is hívni, bízom benne, hogy az idei is jó választás volt, a hangulatból ítélve azt gondolom, hogy ez így van. Orbán Viktor videóüzenetben jelentette be, hogy az inflációs nyugdíjkiegészítést november 10-e és 15-e között fogják megkapni az érintettek. A kormány 2010-ben a nyugdíjak értékének megvédését ígérte, és közben a gazdaság teljesítményére alapozva vissza is adta a 13. havi nyugdíjat. Ez egy megállapodás, becsületbeli ügynek is tekinti, fogalmazott Orbán Viktor hozzátéve, tartjuk az infláció követő nyugdíjemelést. A miniszterelnök azt is mondta, ha a nemzetgazdaság növekedése meghaladja a 3,5%-ot, akkor nyugdíjprémiumot is fizetnek. Kijelentette, hogy ebben a bizonytalan helyzetben vannak biztos pontok, ilyen a nyugdíjasok helyzete. Igazán különleges módon ünnepelték meg Kétyen a szüreti időszak lezárását. A településen nem csak az ilyenkor hagyományos felvonulást tudták megtartani szombaton, hanem a környékbeli kulturális együtteseket is vendégül látták. Sőt, Felvidékről is érkeztek a faluba. A vendégek egy ottani finomság receptjét is megosztották a helyiekkel.
Táncosok, rofják így kedve a zenére, környékbeli jó vendégek sokfelől érkezve. Kisbíró hirdette ki a születi felvonulás menetét Kétyen. A hagyományos őszi mulatságra a falu apraja nagyja összegyűlt. A viseletbe öltözött felvonulók megálltak és táncokat mutattak be az utcán az őket néző helyieknek. A hagyományőrzők között sok óvodáskorú gyerek is volt. Tradíció, ezeknek a gyerekeknek a szüleik is táncoltak, mi gyerekként is, és hogyha nem is lettek ők hosszú távon táncosok, viszont egy jó alappal, jó attitűddel rendelkeznek, és a gyerekeiknek meg már természetesnek veszik, hogy ők is táncolnak. A településen már sok éves hagyománya van annak, hogy a születi időszak vége felé közeledve az ősz kezdetén közösen ünnepelnek a kétyiek. Idén a felvidéki érsekkétről is érkeztek vendégek. Hát az 1996. november 15-én érkeztek tőlünk felvidékről, Érsekétről ide két településre. Az első delegáció, ők vették fel a kapcsolatot. Hát én akkor még csak 11 éves kisgyerkőc voltam, szóval nem vettem részt ebben, de akkor ugyebár, jól emlékszem, 10-15-en van a Érsekéti krónikában, úgy írnak róla, hogy 15-en érkeztek akkor legelőször. Azóta pedig a két település lakói minden évben meglátogatják egymást. Idén előbb a házigazdák készültek kulturális műsorral, majd a vendégek mutatták be az ittenieknek, hogy miként készülnek feléjük a hagyományos tésztaköretek és a knédli. Kell kereszteni, egy óra hosszát keresztjük, és amikor keresztés után fel kell tenni, gőzön kell párában 20 percig főzni, és így bármilyen ételhez, gombás húshoz, vagy bármilyen ilyen szokják a kacsához, vagy libá húshoz is káposztával fogyasztani. Két polgármestere azt mondta, a helyiek már ki voltak éhezve a közös mulatozásra, amit az elmúlt években nélkülözniük kellett. Ezek a rendezvények azért vannak, hogy a településünk lakossága jó szórakozzon és kimozduljon otthonról, ha csak egy kis időre, akkor is egy kicsit lépjenek ki az emberek ebből a mókuskerékből, és ezért próbálunk ilyen rendezvényeket rendezni, és aki megtisztel minket, veszi a fáradtságot és elfogadja mi meghívásunkat, annak egy vacsorába kedveskedünk. Kétyen a vacsoratányérokba ezúttal babgulyás és knédli került. Ünnepélyes keretek között adták át Szekszárdon a Szentes Áron skateparkot. A sportközpont mellett található helyszínen ezen túl a freestyle BMX-et űző sportolók, a gördeszkások és a rolleresek is próbára tehetik magukat a számukra kialakított extrém pályán. Gördeszkával, rollerrel, BMX-el vették birtokba a gyerekek az október 1-én átadott skateparkot Szekszárdon. Régi vágya volt az extrém sport szakosztálynak, hogy egy olyan helyet hozzanak létre, ahol a BMX-esek megfelelő körülmények között hódolhatnak a freestyle kerékpározás örömeinek. Az igazi büszkeség a félcső, amiről már évek óta álmodtak a sportolók. És az első, amit fel akartunk újítani, ez a kb. 26 darab elemből álló félcső. És ez ugye most elkészült, most szeretnénk, hogyha ma azért még talán az október, a novembert már nem gondolom, de az októberben lehessen használni, tehát tudják használni, és emellé feltettük ezt a régebbi szexádi fanboxot, még oda ráerőltettünk egy ilyen nagy visszafordítót, tehát tulajdonképpen három elem van, ami most ebben a pillanatban használható, de mivel elkészültünk a félcsővel, most már a többi kisebb elemmel sokkal gyorsabban fogunk haladni, és szépen átadogatjuk őket, tehát úgymond, hogy szépen kirakjuk őket, és lehet majd használni. A parkot Szentes Áronról nevezték el. Ő volt az, aki a 80-as években népszerűsítette a Tolnai megyeszékhelyen a BMX-ezést, mivel meghatározó alakja volt annak, hogy ez a sportág beépüljön az akkori fiatalok életébe, így jutott a sportközpont vezetősége és Koszorú Csaba arra a döntése, hogy az egykori extrém bringás nevét viselje a létesítmény. Korábban a 80-as években mindenkinek ilyen Csepel BMX-e volt, nem tudom, az idősebbek még emlékeznek, viszont ő kapott a testvérével Bálinttal az apukájától külföldről attól a BMX-et, mert nagyon komolynak számított. Ez 88-ban volt, bukós isakkal is egyéb dologa, és tulajdonképpen onnan kapta a magazinokat is, és ő osztotta szét ezt a srácoknak, és innen ered az, hogy akármelyik régi BMX-essel beszélek, visszautal Áronra. Az esős idő ellenére sokan összegyűltek a délelőtti programra, majd az ünnepélyes átadó után a fiatalok birtokba is vették a szekszárdi sportközpont szomszédságában helyet kapó létesítményt. Regionális híreink következnek. Idősek világnapja, sokrétű támogatás a szépkorúaknak az aktív életért. Kutatók éjszakája, több mint 50 program országszerte. Háború vagy béke?
biztonságpolitikai és energiabiztonsági szempontok. Az idősek világnapjának alkalmából tájékoztatta a sajtó képviselőit az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete az aktív időskort elősegítő tevékenységekről. Több programban is részt vehetnek a szépkorúak Pécsett és a megyeszékhely környékén. Nemrég a visegrádi országokkal közösen indítottak egy projektet, melynek célja további lehetőségek biztosítása a nyugdíjasok tartalmas időtöltésére. Az aktív időskort elősegítő tevékenységekről számoltak be Pécsen. A tájékoztatót az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete és Pécsi Tagszervezete rendezte. Ennek keretében szó esett arról a programról, melyben a V4 országok együttműködve támogatják a szépkorúakat. Egy pályázat keretében felmérést készítenek a nyugdíjasok véleményéről, szándékáról, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy aktívan tudjanak élni. Ez pedig nem csak a sportolást jelenti. Az aktivitás az arról is szól, hogy elmenjenek színházba, koncertre, részt vegyenek a család munkájába, vigyázzanak az unokákra, vagy vigyék az unokákat az edzésre, vagy külön órára. Tehát minden olyan lehetőség, ami azt jelenti, hogy nem otthon a kis lakásába begubózva él egy idős ember, vagy idősödő ember. Ez a program 2023. júniusáig tart, ezt követően hazánkban, Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában is szeretnék megvalósítani az elképzeléseket. A tájékoztatón emellett arról is beszéltek, hogy megjelent egy az időseket célzó kiadvány is, melyben a nyugdíjasoknak szóló programokról, támogatásokról olvashatnak az érdeklődők. Az első fő része a különböző szociális szolgáltatásoknak a bemutatása, részletes információval, hogy melyik szolgáltatás milyen intézményekben érhető el. A következő nagy rész a különböző idősügyi szervezeteknek és nyugdíjas kluboknak a programjai. Ezt a részben az idősügyi tanács tagjainak a segítségével gyűjtöttük össze. A harmadik részben pedig helyet kapott minden olyan program, ami az időseknek szól, akkor is, hogyha ezt nem kifejezetten idősügyi szervezetek indították el vagy működtetik. Nagy Zsuzsanna hozzátette, hogy mindezek mellett egy 2011 óta zajló programot is folytatnak, mely a Fit Nagyi nevet viseli. Ennek keretében úszodai mozgásfejlesztésen vehetnek részt a szépkorúak szakértő segítségével. Idén minden eddiginél szélesebb kínálatból válogathatott a közönség, és újra személyesen vehetett részt a kutatók éjszakáján, amit több mint 50 településen rendeztek meg országszerte. Kaposváron többek között mikrobiológiai, egészségtudományi és különböző ételekkel kapcsolatos előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők. A kis bogyó benne, az pedig maga a sejtmag, ami ugye azért felel, hogy a sejt az működjön úgy, ahogyan kell. Érdekes biológiai vizsgálatok mikroszkóppal, például a sejtekről, és izgalmas kémiai kísérlet száraz jég segítségével. Úgy, ha alakul a kezed, akkor nem marad meg, ugye? Idén minden eddiginél szélesebb kínálatból válogathatott a közönség, és újra személyesen vehetett részt a kutatók éjszakáján. Kaposváron a Pécsi Tudományegyetem egészségügyi karán is sok érdekességgel készültek a látogatók számára. Egészség sarokkal várjuk az ide látogatókat, tehát testi zsírszázalékmérés, vércukor, vérnyomásmérés, látás-hallásvizsgálat. A védőnők megmutatják, hogy súlyarányos babákat hogyan kell gondozni, hogyan történik egy citológiai mintavétel, tehát rengeteg programmal készültünk. A gyerekeknek a képzési központ hallgatói segítettek eligazodni a tudományterület különböző ágai között. Szeretek beszélni, és ilyenkor sok embernek el lehet mondani azt, hogy amit nem mindenki pont tud egyes szakokról, mint például erről a laborszakról, meg úgy közelebb lehet hozni olyan embereket a tudományhoz, akiknek nem biztos, hogy van hozzáférésük nap, mint nap, vagy rendesen. A gyerekek minden állomáson sok újat tanulhattak a kutatók éjszakáján. Szerintem nagyon jó, és tök izgalmas ez a kémiai dolog is nagyon-nagyon tetszett, meg hogy mi próbálhattuk ki, hogy azért nézhettünk, egy csomó mindent tanultunk is, hogy fejlődik ki egy baba, az is nagyon jó volt, hogy mennyi minden van a kezünkön, azok is tetszettek. Olyan gyerek is volt, aki már hatodszor vett részt a programon. Lehet baktériumokat, ami kiferjedt baktériumokat nézni, sertésszívet boncolni, hagyma héjat festeni, vérplazmát megnézni mikroszkóp alatt, és többfajta társasjátékokat. A
A Pécsi Tudományegyetem egészségügyi karának képzési központja 2014-ben csatlakozott először a kezdeményezéshez azzal a céllal, hogy közelebb hozzák a fiatalokhoz a biológiát és a kémiát. Igazából az a célunk, hogy az érdeklődőket megismertessük az egészségtudományokkal, a fizikával, a biológiával, a kémiával, hogy azt lássák, hogy ezek nem csak egy nagyon nehezen tanulható, nehéz tárgyak, mert ugye a közhiedelemben ez van, és ezt is gondolják a gyerekek, hanem ezt lehet érdekessé tenni, és szeretnénk őket megszólítani, és talán ennek hatására többen kezdenek el érdeklődni a reáltárgyak iránt. A képzési központ programjára több száz diák és felnőtt volt kíváncsi. Háború vagy béke, avagy mi van a színfalak mögött? Ezzel a címmel rendezett kerekasztal beszélgetést az Összefogás Pécsért Egyesület. Az orosz-ukrán háborúról, a konfliktus kirobbanásának okáról és a lehetséges következményekről kérdezte Kővári János a biztonságpolitikai és az energiabiztonsági szakértőket. Mi miért történik Ukrajnában, mi lehet a következmény Magyarországra nézve? Ezekre a kérdésekre is keresték a választ azon a beszélgetésen, amit a Pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumában tartottak. Az Összefogás Pécsért Egyesület idén ünnepli 20. jubileumát, ebből az alkalomból hívták meg Földi Lászlót és Hetesi Zsoltot. Maga a konfliktus a két ország között az nem február 24-én indul, hanem 2014-ben, ha visszaemlékszünk, és úgy hívták, hogy a majdani forradalom, amelyet nem az oroszok kezdtek, ha jól emlékszem, hanem amerikaiak inspiráltak bizonyos ukrán erőket arra, hogy gyakorlatilag egy egyébként törvényesen megválasztott kormányt puccsal döntsenek meg. A későbbiekben ez vezetett a mai helyzethez, tette hozzá Földi László. A napokban megsérült északi gázvezeték pedig komoly gondokat okozhat egész Európában, ugyanis az Unió nyugati részébe így egyáltalán nem érkezik gáz. Ez azt jelenti, hogy a nyugat-európai gáztározók töltöttsége a közelgő téldacára roppant alacsony. Ha hidegtelünk lesz, akkor ezek a folyamatok olyan jelentős mértékben begyűröznek, nem csak abban, hogy nem lesz fűtés, vagy korlátozottan lesz fűtés, és a német gyáriparban komoly visszafogásokra lehet számítani, hanem a műtrágyagyártás akadozni fog vagy leáll, jövőre műtrágyahiány lesz, két év múlva pedig élelmiszerválság. A szakértők szerint Oroszország Európától való elfordítása egy rossz megoldás, hiszen számos területen van ráutalva az Unió. Sokak úgy vélik, hogy tagállamnak kellene lennie Oroszországnak, de vannak olyan vélemények is, melyek szerint meg kellene szüntetni az Uniót, nemzetállamokként kellene működni és együttműködni. Most pedig mutatjuk főbb Tolna megyei híreinket röviden. Tanácskozás az évfordulón, 30 éves a Tolna megyei Egyedantal Honismereti Egyesület. Dunaparti családi piknik, több százan vettek részt a tolnai programokon. Összefogás az udvariban, az evangélikus templom megmentéséhez kér segítséget az önkormányzat. Szüreti mulatságot tartottak Kétyen, még Felvidékről is érkeztek vendégek a Tolna megyei településre. Kedden alapvetően napos idő lesz, átmeneti felhősödésekkel. Döntően csapadékmentesen telik a nap, de elvétve, főként délelőtt még előfordulhat egy-egy rövid zápor. A napsütés ellenére kissé, még hűvös időre készülhetünk. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!